Az ajándékozás egyik szimbolikus módja lehet a képeslap küldés. A hagyományokhoz hűen az idei évben is különleges karácsonyi bélyegeket hoz forgalomba a Magyar Posta ZRT. Maga a bélyegkibocsátás nyilván az részint hagyomány, részint természetesen a üzleti folyamatainknak a része. De ez egy olyan hagyomány, amit mindenképpen megkívánunk őrizni mindaddig, ameddig a bélyeg egyetlen szerepet kap az életünkben. 2011-ben két különböző címletű postabélyegen a 75. évfordulóját ünneplő nagykarácsonyi és vörsi templom látható. Az ünnepélyes forgalomba hozatalra Székesfehérváron került sor. Amikor ezt a nagyon szép bélyeget majd kézbe veszik az emberek és fölragasztják a borítékra, képeslapra, arra gondolva és szívükben azt a szemét hordozva, akinek ezt megcímezték, akkor azt hiszem, azt remélem, hogy egy kicsit megtelik az életük is békességgel. Az adventi időszakban a posta nagykarácsonyon úgynevezett szeretett postát nyit, így az országban feladott leveleket nagykarácsonyon keresztül továbbítja a címzetteknek. Advent időszakában pedig minden héten különleges bélyegzést használ majd a posta.